Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgolóiskola videóban, mely egy olyan sálat hoztam nektek, ami nagyon bolyhos fonalból készült. Most ennek a tesztelését mutatom be nektek, én nagyon élveztem ennek a fonalnak a horgolását. Csűsálat készítettem belőle, ami viszonylag széles. Egyrehajtásos pálcákból áll, tehát egy nagyon egyszerű és gyors projektről van szó. Persze ezt a mintát más fonalból is elkészíthetitek, én most ezt a szép színes fonalat használtam. Kezdjünk is hozzá ezzel a Fashion Light Luxury fonallal, ez egy kézzel festett fonal, 50 g-os és 125 méteres a gombolyag, 74%-ban alpakából, 22%-ban gyapjúból és 4%-ban poliamidból áll. 6-os tűt ajánlanak hozzá, szerintem nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a fonal, úgyhogy már nagyon vártam a tesztelését. Nagyon jók ezek a színek, van itt neonzöld, pink, lila, ibolyakék, aztán van itt ilyen szürkés szín is, és egy nagyon bolyhos fonalról van szó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog mutatni, ha elhorgolom. Ahogy már mondtam, és 6-os tűt ajánlanak hozzá, kiveszem a címkét a fonalból. Mindjárt megkeresem a színkódot is. Igen, tehát a színkód az 5-ös. Megpróbálom megkeresni most a fonal elejét is. De lehet, hogy jobb lesz, ha inkább kívülről kezdem el horgolni a fonalat, úgyis ritkábban szoktam. És azt hiszem, már meg is találtam a fonal elejét. Húha, úgy látom, hogy nagyon nehéz lebontani a fonalat. Le lehet bontani, de valamennyire azért tapad magához a fonal. Már talán látjátok is, hogy mennyire érdekes a fonal szerkezete, nagyon-nagyon bolyhos. Egy kicsit így... Ha összép fogom, és összép tekerem a fonalat, igen, engem a filcre emlékeztet, ha bár ezt a részt, amit már egyszer lebontottam a gombolyagról, könnyebb szétválasztani. Kíváncsi vagyok, hogy fog majd viselkedni a fonal, ha tovább bontom a gombolyagot. Egyébként már itt is van a 6-os tűm, ami illik, az a neonzöld szín a fonalhoz. Először is láncszemeket veszek fel, csak egy egyszerű mintával tesztelem most a fonalat, mert kicsit tartok tőle, hogy ez a fonal eléggé átláthatatlanná teszi a munkát. Egy viszonylag széles sálat szeretnék készíteni, pár láncszemet már fel is vettem. Igen, ez így 10 láncszem. És már ennyi munka után is meg tudom mondani, hogy nagyon jó ez a tűméret a fonalhoz, nagyon jól lehet horgolni. És itt már sokkal jobban látszik az is, hogy a tényleges fonalszál itt van ennek a vastag, bolyhos szálnak a közepén, tehát ez a tűméret megfelelő. Ha nem lenne ez a bolyhosság, maga a fonal eléggé vékony lenne, szerintem ezt is látjátok. Ha nem lenne bolyhos a fonal, akkor lehet, hogy egy 3-as tű is elég lenne hozzá. Viszont ez egy nagyon bolyhos fonal, éppen ezért jó hozzá ez a tűméret. Szerintem körülbelül 30 láncemet fogok felvenni, és így jó széles lesz a sálam, utána pedig folytatom a munkát. 14, 15, 16... Itt van a 30 láncem, ez így eléggé széles, nagyjából látszanak a szemek, viszont nehezebben felismerhetőek, mint más fonalaknál. Most leszámolok 3 szemet, ez lesz a magasság, itt vannak sorban a szemek, nem tudom, hogy mennyire látjátok. Eléggé sok szín van ebben a fonalban, és most meghorgolom az első egyráhajtásos pálcámat, mindig ráhajtom a fonalt a tűre, leöltök, fogom a fonalat és áthúzom 2-n, majd megint 2-n. Viszonylag könnyen meg lehet találni a szemeket a leöltésnél, tehát meg lehet őket találni a tűvel, de így ránézve a munkánkra nem annyira egyértelmű a dolog. Inkább érzéssel öltünk le. Rendben. Itt már van egy pár egyrehajtásos pálca, nagyon tömör a minta, és nagyon bolyhos. Szerintem nagyon jól néz ki. A színek is olyan rikítóak. Most meghorgolom ezt a teljes sort, utána pedig megmutatom nektek a mintát.
Kész vagyok az első sorommal, hihetetlenül bolyhos a fonal. Itt láthatjátok azt is, hogy mennyire vastag. Egy kicsit közelebb hozom. Nagyon klassz. Most azt fogom csinálni, hogy nem a tényleges szemekbe öltök le, hanem az egyráhajtásos pálcák közé, így egy kicsit egyszerűbb lesz a dolgom, mert ugyebár nagyon bolyhos a fonal. És egyszerűbb a szemek közé leölteni, mint keresgetni a szemeket. Most felveszek két láncem magasítás, mert így mélyebbre öltök le, és nincs szükségünk egy teljes egyráhajtásos pálca magasságára, hanem elég inkább egy fél pálca magassága. Megfordítom a munkámat, tehát a ráhajtás, és nem ide fentre, a szembe öltök le, nem ide, hanem, mert ugye egy kicsit áttekinthetetlen lenne, hanem ide az egyráhajtásos pálcák közötti helyre öltök le. Így sokkal egyszerűbb. Így fog kinézni a minta, jó tömör és bolyhos. És most végighorgolom ezt a sort, és utána pedig megmutatom a munkámat. Itt is vagyok a bejelentkezéssel, szerintem maguknak az egyráhajtásos pálcáknak a szerkezetét szinte nem is lehet látni. Tényleg olyan, mintha filccel dolgoznék, de nagyon klassz. Egy kicsit közelebbről nézzük, vagy széthúzzuk a munkánkat, akkor több minden látszik, főleg a felső sornál, az alsó sor viszont még kevésbé felismerhető. Szinte elmosódnak a szemek ebben a bolyhosságban, de nagyon jó. Most horgolok tovább, utána pedig megmutatom nektek az elkészült sálat. Nos, időközben eléggé sokat horgoltam, nagyon jó puha lett a munkám, a szerkezet zseniális, nagyon jó puha, eléggé sokat horgoltam, és olyan tömör, filc-szerű, a színek is csodálatosak. Most körülbelül 80 cm-es a sál hossza, a magasság pedig körülbelül 40 cm, ugyebár ezek azok a sorok, amiket horgoltam, és hogyha félbe hajtom, akkor szinte egy négyzetet kapok. És ezt most lezárom egy csősállá, tehát ez egy olyan sál lesz, amit egyszeresen hordunk a nyakunk körül, viszont több rétegben fekszik a nyakunk körül. És nagyon jó puha, viszonylag sok fonalam van még, körülbelül a gombolyak fele megmaradt, ebből majd még tudok készíteni valamit, akár pompomot is készíthetünk belőle. Most viszont összehorgolom a sál két végét. Félbe van hajtva a munkám, itt láthatjátok a két végét, itt van a munkaszál a jobb oldalon, a fonal a munkám előső részéből vezet ki, és most leöltök ide hátra az első szembe. Fogom a fonalat, és áthúzom. Utána pedig mindig szépen párhuzamosan öltök le mind a két szembe, a két oldalon, áthúzom a fonalat, és rögtön áthúzom, tehát kúszó szemekkel dolgozok, és így horgolom össze a munkám két végét. Mivel ennyire bolyhos a fonal, ezért szinte fel sem tűnik, hogy itt lesz egy ilyen összehorgolt rész. Nem tűnik ki ez a rész a mintából, és egyébként sem annyira feltűnő, de azért észre lehet venni. Itt viszont szinte teljesen láthatatlan lesz ez a rész. Megmutatom nektek a belső oldalt itt, és itt így fog kinézni, tehát itt is csak a bolyhosság látszik. Nos, összehorgoltam végig a két oldalt, nagyon egyszerű volt, most itt van a fonal vége. Sőt, itt van a fonal eleje is, így még egyszerűbb a dolgom. Ezt a két fonal véget most össze tudom csomózni, így még biztonságosabb lesz a munkám. Most kihúztam nagyra a fonal véget, el is vágom, és kihúzom. Most már össze tudom csomózni a fonal két végét, és most már csak ezt a két szálat kell elvarnom. A gombolyagok közötti átmenetet belehorgoltam a munkámba, tehát az első és a második gombolyag közötti átmenetet. Meg is van ez a csomó, ezeket majd még elvarrom, egyáltalán nem feltűnő a csomó sem, és most már teljesen kész is van ez a hatalmas csősál. Letettem ide úgy, ahogy a nyakunk körül is lenne, itt is látszik, hogy nagyon jó puha, és nagyon szép. Remélem, hogy tetszett nektek ez a horgolási útmutató és a videó, ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, ha van kedvetek, iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan újra jelentkezem, sziasztok!